Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti Portré a mai heti portré vendége érsek Csanádi Gyöngyi bábművész, drámapedagógus, aki hosszú ideje él a József Attila lakótelepen. Ő alapította az ugyancsak Ferencvárosi kötődésű Aranyszamár báb színházat is. Elfáradtam, de még hogy megéheztem. Hol a csokim? Vizsgálják! Arra Jó napot, Gombac Artur! Jó napot! Hát ti, ti hová mentek? Nem, nem, nem értem, hogy hogy hova? Hát, megyünk haza, hiszen vége van a télnek. Ááá! Ez nem lehet igaz! Tehát én, én pont most érkeztem! Gyöngyi, mikor kezdtél el bábozással foglalkozni? Meg tudod ragadni ezt a pillanatot? Hú, uh, igen. Nekem ez egy, ez egy uh, hát azt gondolom, hogy a leghosszabb kapcsolatom, legalábbis eddig, és az egyik legnagyobb találkozásom maga a bábszínház és a bábjáték. Úgy kezdődött, hogy én én uh, Miskolci vagyok, és uh, Miskolcon jártam óvonői szakközépbe és hát ugye már bennem volt az, hogy nagyon-nagyon hogy erősen kötöttem a, a gyerekekhez. És a másik ilyen nagy uh, uh, szenvedélyem a, a színház volt, és hiába jelentkeztem a főiskolára, nem vettek fel, és egyszer csak édesapám szólt, hogy Miskolcon valamelyik újságban a Csodamalom Bábszínház hirdetést adott fel, hogy indít egy olyan stúdiumot, ami gyakorlatilag akkor a legmagasabb végzettséget adó iskola volt a bábszínészek számára. És hogy hát mi lenne, hogyha így a kettőt összekapcsolnám, és akkor a gyerekek is, a színház is, hát próbáljam meg. Na most ebbe a stúdiumba ö, Pestről jöttek előadó és a Báb Színház, hát úgymond nagy öregjei, és nagy szakemberei, és ők tartották ezeket a foglalkozásokat, előadásokat. Én itt voltam két évig, közben ö, párhuzamosan ö, már játszottam ott a színháznál, és gyakorlatilag, mint ö, hát hallgató, vagy tanuló az egyik előadást, amiben játszottunk, benevezték az akkor az egyik legnevesebb bábfesztiválra, Békés Csabára. És hát számomra döbbenetes volt, hogy én kaptam meg a Bátor Kiskacsák előadásból sápi, hangjára a külön díjat, mint a legjobb, legjobb kacsa hang. Úgyhogy igazából az, 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 engem annyira dobott és annyira ösztönzött arra, hogy, hogy, hogy ebben hihetetlen érdekes és izgalmas dolgok vannak, hogy, hogy mindenképp akkor én már azt gondoltam, hogy, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Ha már a szóba hoztad ugye a kacsa hangot, sápi hangját, egyrészt a hang ezek szerint fontos ahhoz, hogy valaki jó bábszínész legyen. Milyen egyéb olyan készségek, képességek kellenek ahhoz, hogy valaki jól tudjon játszani a bábokkal? Hát alapvetően a, a, a bábszínésznek két nagyon-nagyon fontos ö, ö, dologra kell figyelnie, és nagyon fontos eleme ahhoz, hogy jó bábszínész legyen. Az én szerintem a karakterhangok megformálása és, és a mozgatás. Hiszen ugye itt arról van szó, hogy az élettelen anyagba kell életet lehelni, és megeleveníteni. Na most ez azért úgy néz ki, hogy egy előadás el, elkészítésénél, egy figura kialakításánál ott Először is arra kell törekedni, hogy megtalálni, hogy egyáltalán szétboncolni, darabokra szedni azt a figurát, és értem ez alatt, hogy mozgásban is, és személyiségében is. Tehát szintetizáljuk a dolgot, apró elemeire szedjük, és a legjellegzetesebb dolgát pedig kiemeljük, és ezt az egészet pedig összerakjuk egy, egy egységbe. Tehát először van az, hogy a, a, a mozgást, nézzük meg, nagyon erősen nem véletlenül vannak ugye különböző bábtechnikák, és ehhez különböző hát, tanulási területek, hogy hogy, 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 lehet ezeket a, bábokat leghitelesebben, vagy ezeket a bábtípusokat leghitelesebben megmozdítani. De hát, össze a bábjáték és a bábkészítés? A bábkészítés, ahhoz olyan, hát hogy mondjam, vizuális és szinte iparművész szakemberek dolgoznak, akik ennek a a mechanik, tehát a báboknak a mechanikáját, a külső kiállítását is meg tudják valósítani, létre tudják hozni. Ezt te soha nem módosítod? Hogy a saját bábjaidat tekintetben véve? Tehát hát, kapsz egy bábot, vagy veszel ja nem, egy bábot? Nem, nem, Hát ma, ma, már, ma már azért, azért ezek, az, ezeknek az előadásoknak tervezője van és készítője, és hát van, hogy kimondottan a kezünkre készítik, tehát leveszik a kézméretemet, a, 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 csuklómát mérőjét, stb. stb. Tehát, hogy teljesen az én kezemre készítik, tehát én nekem már ahhoz, ahhoz nem, nem szabad hozzányúlnom, és nem is kell. De annak idején, amikor elkezdtük a, az aranyszamarat, akkor mi is készítettünk bábokat. Tehát én is készítettem bábokat. Ugye ez már több mint húsz éve volt. Hogy emlékszel vissza az első előadásotokra? Hát ugye ez úgy nézett ki, hogy hogy Miskolc után én itt Budapesten próbálkoztam, akkor elmentem egy élőszínházhoz, a térszínházhoz, és majdan hát meghívást kaptam egy alkotóközösségbe, mondhatnunk úgy, egy baranyai kis apró faluba, ahol különböző témában és területen önmegvalósító emberek dolgoztak és éltek. És én is lekerültem ide, ebbe a kis faluba, és hát mit csináljak, mit csináljak, mi az, amihez egyáltalán úgy értek? Hát a bábszínház. És hát amúgy nekem ez mindig is tetszett, hogy, hogy utaztatni, tehát hogy, hogy, utazni és úgy, úgy bábszínházat csinálni. Tehát nekem ez, ez mindig egy vonzó dolog volt, mert nagyon-nagyon kedveltem, Színház történetből azt az időszakot, amikor a piac térre vonul ki a színház, és hol a néző vonul a színház után, hol pedig a színház megy a néző után. Tehát ezek szerintem ilyen zseniális dolgok, és úgy éreztem, hogy hát igen, hát akkor, akkor csináljunk egy saját színházat. És ahhoz találtam társakat, és hát gyakorlatilag a, a, az Istálóba próbáltunk. Az, az első előadást azt, azt ott készítettük. Milyen anyagokat használtatok? Hát ennélőre. ahhoz be kellett menni, azért összeszedni, és megmondom őszintén, hogy ott azért nagyon-nagyon sokat, tehát iszonyat ideig tartott, még egyáltalán mi elkészítettük ezeket a dolgokat, vagy eszközöket és, és bábokat, de nagyon-nagyon de tetszett. Tehát, hogy ez egy kicsit olyan, hogy Tényleg mindent, mindent te csinálsz. Tehát az utolsó szegig minden tőled függ. Tehát te, te találod ki, megtalálod a szöveget, megtalálod, hogy milyen nézred, milyen típusú bábelőadást szeretnél, hogy nézzen ki, elkészíted, eladod, és eljátszod. Tehát, hogy így egyszerűen minden területen otthon, otthonosnak kellett lenni ahhoz, hogy ez, ez működni tudjon. Hogy írnád le az akkori? célközönségeteket, tehát kiknek készítettétek az első darabot? Hát ugye itt erősen vidékről ö, beszélünk. Nagyon nagy küldetésnek éreztem én már akkor ezt a dolgot, mert olyan településekre és olyan gyerekekhez jutottunk el, akik életükben nem voltak színházba. Nem úgy bábszínházba, színházba sem, színház közelében sem. Tehát nekik ez egy, ez, egy, ez egy olyan élmény volt, ami, amit szerintem azóta se, azóta se kaptam, és azóta se találkoztam ennyire hát elszeparált, hátrányos helyzetű gyermekek között gyakorlatilag a kultúrát így, ilyetén formán terjeszteni. Ezzel együtt, vagy ezzel párhuzamosan, ezek a te, települések oly módon voltak elhanyagolva, hogy, hogy mondjuk a művelődési házakba jó esetben volt áram. Tehát volt olyan erőadásunk, hogy, hogy négyszer ment el az áram előadás közben. Tehát, hogy, hogy, hogy lehetetlen körülmények tényleg. Mindez 1997-ben, ugye? Igen, 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 97-ben. Hát én na, ilyen kis ö, ormánsági részek, ö, tolnában. Hátrányos helyzetű településeken, tehát hogy azért, azért nagyon sok feleje, somogy, somogy kis falvaiba azért ott nagyon kemény az élet, és nagyon, nagyon nehéz körülmények vannak. És én azt gondolom, hogy, hogy azzal, hogy mi oda eljutottunk, és elvittük a kultúra egy darabját, azzal mi nagyon-nagyon sokat tettünk. Hogy reagáltak az ottani gyerekek az előadásaitokra? Nagyon-nagyon jól fogadták, és nagyon nyitottan, hiszen hát nekik ez egy, ez egy teljesen új dolog volt, ez egy különleges alkalom. Az, az tündéri volt a jeleset, hogy hogy annak ellenére, hogy olyan helyzetből jöttek, amiből megpróbálták a legszebb kis ruháikat felvenni és a, a kicsit koszos, kicsit gyűrött kis fehér blúzába érkezett, mondván, hogy, hogy, hát ő megtisztel azzal, hogy mi jöttünk, és, és hogy nagyon-nagyon kíváncsi a mi produkciónkra. És itt Ferencvárosban mikor játszottatok először? 2000 elején mi már voltunk itt a, a Ferencvárosi művelődési központban. Szerintem ilyen 2004-ben játszottunk talán egy Mikulásos előadást. Talán az, az lehetett az első itt a kerületben. Milyen témákhoz nyúltok? Egy-egy előadással. Egyáltalán hogy áll össze egy ilyen ö, bábelőadás? Kihatározza meg azt, hogy miről fog szólni? Hát szerencsére, vagy nem is tudom, hogy ez szerencse számomra, de öröm, inkább azt mondanám ö, én. Tehát én, én, nekem van egy ilyen kis. Ö, Folyamatos munkálkodásom, hogy párhuzamosan még mennek az előadások, még készülnek az előadások, még szervezzük az előadásokat, én már keresem az új, az új témát. Nagyon-nagyon fontosnak tartom így a báb szempontjából, vagy a bábjáték szempontjából, hogy hogy mi az az anyag, amit, amit én közvetíteni szeretnék, és mi az a téma, amit, amit én meg szeretnék mutatni. Nagyon szeretem a meséket értelemszerűen, és nagyon jónak tartom a, a, népmeséket, mint olyan, mert talán, talán bennük található leginkább az, hogy azt az utat, ami, ami megmérettetett, azt, azt egyedül kell végigjárni. Hát ha csak abba belegondolunk, hogy a vándor testvérek, ifjak külön-külön indulnak el, nincs az, hogy csoportosan elindulunk, és majd buliból valaki kitalálja, hogy na most inkább erre menjünk, na most inkább ez a megfejtés, tehát nem az van, mindig egyedül kell, és ez teljes mértékben a, a, a valóságnak, a, a reális életnek a leképezése, és és gyakorlatilag ez, ez egy olyan életút modellt ad szerintem a gyermekek számára, a népmeséknek ez az eleme, hogy, hogy ezt a kisőbbiek során valószínűleg én azt gondolom, és hiszek benne, hogy hasznosítani tudják, és, és, és megtalálják azokat a párhuzamokat a mese és a valóság között, amire ezek a mesék amúgy alapvetően figyelmeztetnek. A nagyon fontos az a mesék szempontjából, hogy, hogy mindig legyenek kapaszkodók. Tehát, hogy, 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 hogy mindig, mindig odafusson ki egy mese, hogy, hogy, segítsen, biztasson. Na most nekünk, mint, mint színháznak pedig az a feladata, hogy ezt megmutassuk, ezt a, ezt, a, ezt a képzeltnek tűnt világot, amire majd valószínűleg a gyermek rájön, hogy ez gyakorlatilag a, a valóság. És olyan, olyan fogóckodókkal engedjük el a gyereket például egy előadást követően, vagy egy előadás végén, ami, ami elindít benne kérdéseket, és üzenetet hordoz számokra, és használni tudják a későbbiek során. Mit jelent ez pontosan, hány éves gyerekeknek játszotok, vagy hány éves gyerekeknek játszol, ugye vannak szóló darabjaid is. Van egy ilyen időintervallum, hogy most tudom én, háromtól tíz éves gyerekek azok, akik érdeklődnek a bábjáték iránt? Azt hiszem és vallom, hogy, hogy a, a bábszínház az, az nem korosztályfüggő. Vannak felnőtt Az egy, programok is például. Hogyne, igen. Tehát, hogy, hogy mi erősen törekszünk arra, és azt gondolom, hogy ez most már így, így jellemző Magyarországon is, hogy, hogy nagyobbaknak és felnőtteknek is, és nagyon piciknek is készítenek előadást, báb előadást. Az minél jobb egy színház életébe és egy kis színháznál meg főleg, hogy minél változatosabb a repertoár, minél színesebb, minél, minél Nagyobb az, a, az az intervallum, az az életkori intervallum, amiben beférnek a, 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 a nézők. Nekünk vannak baba előadásaink is, mert ezt nagyon fontosnak tartottuk annak idején, amikor ezt a Kolibri Színház elkezdte, hogy hogy mennyire izgalmas lehet és nagyon-nagyon érdekes az a világ, hogy az ennyire pici gyerkőcöknek is már lehet színházi élményt, színházi hatást nyújtani. Annyi, hogy, hogy természetesen nagyon sok, sok felől kellett ezt megvizsgálnunk, és nagyon figyelnünk kellett arra, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő legyen az, amit mi, mi közvetíteni akarunk. Tehát általában jellemző ezekre a baba előadásokra, hogy nincs benne szöveg, hiszen ez a korosztály, akiknek ez szól, az mondjuk 7 hónapostól 3 éves korig. Tehát csak bábokkal. Bábok és, és hangok és, hangok hangok és, adsz és ki. zene, Aha. tehát zenei hangok, ö, emberi hangok, effektek, ö, mozgás és mondjuk fények. Tehát gyakorlatilag ebből áll össze az előadás, és olyan, olyan ö, történéseket ö, próbálunk ö, megmutatni a, a piciknek, ami, amire rá tudnak kapcsolódni, amihez tudnak valamilyen szinten kötődni, és ami egyáltalán leköti őket. És valahogy egy olyan egységbe próbáljuk ezeket berakni, ami ugyancsak azt gondolom, hogy mind abban a pillanatban, mind pedig a későbbiek során is ez, ez ott marad, mint élmény, mint lenyomat. Amit a legelején kérdeztél, hogy a, a báb színésznek mégis mi a feladata, hogy a mozgás és a. És a hang, hogy a kisgyereknél, és most most már egy picit a nagyobbakra is gondolok, tehát mondjuk az óvodáskorú gyerekeknél, nagyon-nagyon fontos, és az egész bábjátékra is jellemző, hogy akció legyen. De tehát hát, lehet tartani a figyelmet? Igen, igen. Ugye azt tudjuk, hogy mondjuk 7 perc az, amíg, amíg az ilyenkorú gyermekek figyelni tudnak. Nagyon fontos az, hogy, hogy a báb sosem sosem maradhat akció nélkül. Tehát, tehát az, hogy ő áll, és némán uh, van, ott, ott megszűnik létezni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mozgásban legyen, hogy dinamikája legyen, hogy uh, hogy milyenek a párbeszédek, milyenek a szövegek, uh, mert egy monologizáló uh, bábnál borzalmasabb nincs, mert megunod, hát pillanatok alatt megunod. Nem érdekes. Tehát kellene De... ilyen váltások. Váltások, ugye? bizony, bizony, igen. Na most uh, természetesen a célközönségünk, az az óvodáskorosztály, és a kisiskolás korosztály. Próbálom uh, mindig kiválasztani, hogy uh, olyan téma legyen és olyan üzenete legyen ezeknek az előadásoknak, ami mondjuk ezt a korosztályt uh, erőteljesebben érinti, mint a, mint a többit. Az üzeneteken kívül igen, igen. Ugye különböző érzelmeket is hát megélnek a, a gyerekek. Ne? Mik ezek pontosan? Vannak ugye például gonosz karakterek, akik Lehetnek a adott esetben félelmetesek is. Te azt tudod kezelni, hogy mondjuk ne féljenek túlságosan a gyerekek egy gonosz karaktertől? Hát igen, most akkor erre elmondok konkrétan egy példát, mert uh, meglepő módon én nagyon sokszor negatív figurát játszom. Uh, azt szokták rámoztani, meg, meg valahogy uh, én magam is így mm, jól érzem benne <laughs> És hát boszorkányt nagyon sokszor játszom. És uh, hát most már, és szerintem ez a tapasztalat, meg ez az évek, uh, eljutottam odáig, hogy uh, kimegyek a színpadra, és csak körbenézek, és látom, hogy mi, a, mi az első reakciójuk, még meg se szólaltam. És hogyha látom, hogy picik, és már is elkezdenek sikongatni, vagy vagy, vagy félni, vagy hallom a visszajelzésekből, hogy hú, ez most egy kicsit sok, pedig még, még el se kezdtem a szövegemet, akkor nagyon humorosra veszem. Tehát akkor meg egy gyakorlatilag egy paródiát csinálok saját magamból, és imádják. Tehát rögtön abban a pillanatban veszik, hogy akkor ez egy aranyos boszorkány. Tehát ez egy, ez, ez, ez egy tök jó... Próbál gonosz lenni, de... <laughs> igen, nem tud. igen, de nem, 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 olyan, nem kell tőle félni. Meg el is szoktuk mondani, hogy, nem, tehát, hogy a, ezek a negatív figurák nem jönnek le a színpadról, úgyhogy ne tartsanak tőle, hogy ott egyszer csak megjelenik valaki mellettük. Tartsanak velünk a jövő héten is, mert következő adásunkban folytatjuk a beszélgetést érsek Csanádi gyöngyivel. Szóba kerülnek majd különböző típusú bábok és bábkezelési technikák, illetve az is, hogy vonzódik-e gyöngyi az exotikus bábok iránt.